Színes programok várták a gyerekeket a Rózsatanyán, a Magyar Mozgalom Szent István napi rendezvényén. Többek között horgászni is lehetett. Anyukám barátjával pecáztam, jó 30 halat fogtam, kicsikéket, nagyobbakat. Lehet, hogy később is megyek pecázni. Kézműves foglalkozások és különböző ügyesség és logikai játékok is várták a gyerekeket. Szoktam otthon is sakkozni, meg nagyon tetszik ez a sakk, és érdekesebb, mint a kisebb. Augusztus 20-a a nemzet ünnepe, a nemzet tartó pillére a család. A család küldetése pedig a gyermek, ez volt a szombati nap mottója. A Magyar Mozgalom tagjait is úgy hívtuk, hogy lehetőleg családostól, barátostól, ismerősöstől jöjjenek, és minél többen legyünk itt, mint ez a háttérképekből remélem látszik. Ez a küldetés, vagy ez a célkitűzés úgy tűnik, hogy sikeresen teljesült. Itt a gyerekek sakkoznak, itt a bográsban készülnek az ételek, és hát ilyen módon azt gondoltuk, hogy főleg a választások után már a politikából, az elemzésekből, a politikai beszédekből talán egy kicsit tele is vagyunk, úgyhogy egy kicsit a lazulás és a család központba helyezésével ünnepeljük ezt a mai napot. A Magyar Mozgalom Szent István napi ünnepsége egyben születésnapi buli is, amit családi nappal ünnepelnek. A sors meg a történelem úgy hozta, hogy 2015. augusztus 20-án Szent István napján alakult meg a Magyar Mozgalom. Így tehát nekünk több okunk van arra, hogy a tagsággal együtt összejöjjünk, jól érezzük magunkat, családias körülmények között emlékezzünk meg egyrészt a mozgalom megalakulásának első évfordulójáról, másrészt pedig természetesen magáról, Szent István napjáról is. A rendezvényen több mint 10 bográsban rotyogott a kakas paprikás.